Akár csak több szombathelyi óvodából, oktatási intézményből, a Gotthárd iskolából is autóbuszokkal hozzák a gyerekeket a műjégpályára délelőttönként korcsolyázni. A szabadtéri testnevelési óra keretében egyszerre több osztálytanulói sportolhatnak, mozoghatnak remek körülmények között. Én azért szeretek korcsolyázni, mert kint lehetek a barátaimmal korcsolyázni, meg télen esik a hó. Szeretek sportolni, és addig se kell tanulnunk meg. Elmaradt pár óra. A legtöbb szombathelyi iskola nehezen oldja meg a mindennapos testneveléssel kapcsolatban fellépő teremgondokat. Egyrészt mindenképp jó, hogy friss levegőn tudnak lenni a gyerekek mozogni, másrészt a mindennapos testnevelésben ez egy megoldási lehetőség a terem problémára. Épp ezért ezt mindenképpen mi kihasználjuk az iskolába, hogy az iskolába is legyen lehetőség a többi osztálynak testnevelés órán dolgozni, illetve a gyerekeknek itt a korcsolya pályán friss levegőn mozogni. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően az óvodák, oktatási intézmények hétköznap délelőttönként ingyenesen használhatják a szombathelyi műjégpályát. Azt hiszem, hogy 28 éve a város mindent megtesz. Szombathely megyei jogú városa példaértékű diáksporttal, illetve korcsolya élettel rendelkezik. Már látjuk, hogy az élsport egy picit hátrébe szorult a szabadidős a diáksporttal kapcsolatban, de mindent megpróbálunk tenni annak, hogy a jégkorong fejlődjön, a gyorskorcsolya diákolimpiára tudunk készülni. A gyerekek közül nagyon sokan hétvégén is visszatérnek szüleikkel a műjégpályára, így a város számára bevételt is generál a hétköznap délelőtténkénti ingyenes korcsolyázás.